Következőkben egy napkollektor felügyeleti alkalmazást fogok bemutatni, amit egy ingyenes SCADA programban raktam össze. A felügyeletben megmutatható a kollektor hőmérséklet, a tartály hőmérséklet, a szivattyú üzemállapot, a korábbi hőmérséklet adatok a kollektorról, a boilerről, megmutatható a rendszer beállítása, milyen hőmérséklet különbségnél kapcsoljon be, milyen különbségnél kapcsoljon ki. A rendszer soros porton fogadja az adatokat, ezt egy terminál programban szimuláljuk. Itt látható, ez az üzenetformátum, amit használunk, ilyen üzeneteket küld ki magából a napkollektor vezérlő, és a PC-n futó felügyeleti program ezeket dolgozza föl. Az üzenetformátum általános kinézete a következő, device address, register address, írás vagy olvasás, illetve a kijelzendő érték. Itt egy példaüzenet, a device addressünk a SOL, tehát a Solar rendszer, a kollektor rendszer, a következő a kollektor hőmérséklet, ezt az értéket átírjuk a felügyeletben, write, és 60 fokra írjuk át. Még itt ezek az üzenet típusok vannak értelmezve a rendszerben, tehát kollektor hőmérséklet, tartály hőmérséklet, szivattyűüzem, bekapcsolási és kikapcsolási hőmérséklet különbség. Ha ezeket az üzeneteket egymás után nyomogatjuk, akkor szimulálni tudjuk a napkollektoros rendszer működését. Most éppen a kis szivattyút kapcsoltam ki, látjuk, hogy egyből megállt. Hogy is néz ki ez a felügyeleti alkalmazás? Gyakorlatilag ez a tervező nézete. Van benne egy ASCII protokoll elem, ez a COM30-as soros portra van beállítva, és ennek az adatait fogadják ezek a TX tagek, amik keresik a saját adatukra beállított regiszter értéket. Például itt ez a TX tag keresi a COL regiszter adresszt, és hogyha ezt megtalálja, akkor ezt följegyzi. És itt ehhez a szövegmezőhöz pedig hozzá van rendelve ez a COL temp tag referencia, és az adattát úgy jut el a kijelzés, hogy az ASCII protokoll megkapja az adatokat, utána ezekre ráugranak ezek a tagek, ők keresik a regiszter adresszeket, utána pedig ezek a szövegmezők kijelzik az értékeket. Ugyanígy van hozzá kapcsolva a diagramokhoz is a megfelelő TX-tag, és még egy érdekes dolog van benne, itt a szivattyűzem állapot megjelenítése. Ugye itt egy forgó ventilátort, egy forgó lapátkereket ábrázolunk, és ez gyakorlatilag egy multipic objektum, amihez hozzá vannak adogatva ezek a képek, és ezeket a képeket egymás után megjelenítjük, akkor forgó látványban van részünk, és hogyha a pump state, tehát ennek a TX-nek az értéke egy, akkor kezd el forogni a megjelenítés. Még egy dolog érdekes, az, hogy hogyan tudunk sorosport szimulációval napkollektort szimulálni a bemutatáshoz. Ez a kis terminál program 31-es sorosportra küldi az adatokat, és van egy picike kis alkalmazás, a com0com, ami ezt átfordítja a COM30-as alkalmazásra, COM30-as soros portra. És a SCADA megjelenítő alkalmazás pedig a COM30-as soros porton figyel, vagyis PC-n belül megfordul az adat, tudunk szimulálni egy külső eszközből érkező soros adatfolyamot. Itt vannak üresen a rendszer indulási állapota, és amikor elkezdenek érkezni az adatok, akkor szép lassan föltelnek ezek a mezők, elindul a ventilátor, vagy a szivattyú, beérkeznek a kollektor hőmérséklet adatok szép sorba, ezek meg is elítődnek, itt a grafikon is megmutatkoznak, ugyanígy a boiler hőmérséklet adatokat is.